Sziasztok! Olyan dolog van, a Timurról rendelt, apukám, apa. Miket rendelt? Én nem tudom, hogy... Igazából nem tudom, hogy mi mindent rendeltem, nagyon-nagyon sok dolgot rendeltem, 38 ezer forintot költöttem el, és ennek a videónak nem csak az a lényeg egyébként, hogy mi minden őrültséget rendeltem, hanem maga az, hogy ez a Timo hogy működik. Én, ha jól emlékszem egyébként, a Timóról november 20-valahanyadikán rendeltem, és valahogy ott a nem is a Timóról, Timóról, és hát aggódtam is egyébként, mert majdnem 3 hétig tartott. Úgy kell elképzelni egyébként a Temu, hogy őnekik van egy magyarországi raktáruk, és mindent is vám kezelnek, és amikor megrendelsz valamit, akkor igazából nem történik praktikusan semmi, hanem az aktuális raktár készletükből, igen, az aktuális raktár készletükből, egyébként itt csak annyit nézem, hogy itt meg a Temu rendelésemet fogom megnézni, hogy mi az, amit rendeltem. Szépen be vagyok jelentkezve, legalább látom, hogy mi mindent. Tényleg nem mindig. Igen, tényleg csomót, és itt vannak a rendelésem, és 15 terméket vettem. És hát vettünk egy csomó mindent, úgyhogy mindjárt meg is nézzük. Ezek jó? Jó, hogy majd... Hát igen, felmondtam ezt, hogy próbálom nem kiszakítani. Úgyhogy 15 féle dolgot vettem. Na nézzük, ez... Az első, ami... igen? Igen, ezt tudjátok-e mi? Egyébként ez igen, ilyen tesztcsík, ugye? Ha jól emlékszem, akkor vettem ilyen 50 darabos, ilyen 6 irányú gyógyfürdő, ilyen tesztcsík, ilyen medence meg jacuzzi. Úgyhogy ezt majd megnézzük a jacuzziban, hogy milyen a vizét, leellenőrizzük, ezt azért vettem. Ki következő? Ez... Mindent kibontunk, szívem. Ez nem tudom, mi lesz. Tényleg nem tudom, mi ez. Ez valami táska, vagy... Én tudom, hogy mi ez. Ez egy ilyen kültéri csapburkolat. Rá fogom majd szépen tenni a csapra, úgyhogy talán nem fog elfagyni. Úgyhogy ez az. Oké? Okay? Hát már elfogadottak el. Hát igen, nem baj. Fogadott is egyébként szépen, amit itt meg ott ül és nézi a... Nem fogadd el! Itt nézd meg! Ki lehet nézni? Szerintem simán van valahol. De ha nincs, akkor itt nézd meg, itt szép lehet. Az indiai műanyagnak ilyen nagyon kis karcsa itt. Én ezt tudom, hogy mi. Várj, ez mi. Kitalálod-e mi az? Temuról. Egyébként ez 750 forint volt, és ez az 50 darabos pedig 1719 forint. Na, akkor próbáljuk ki ezt egyébként. Mi szét itt hazaludjon ott. Ez ilyen érintős. Na, mit jött itt a adalodja? Na. Ide letesszük. És ilyen... Nem tudom, miben van benne. 50 darab elméletileg, hogy ide tesszük, mert ezt a szint kell majd nézni. Szerintem több is van ebben. Vagy nem? Igen? Aha. Ebben nagyon sok van. Ebben nagyon sok van. Na, hogyha ezt egyet kinyitunk, szerintem tízesével van csomagolva. Nem is kell olló. Ja, hogy ez ilyen. Egy kis picike. Aha, és ennyi. Aha, hát nem egy nagy történet. Úgyhogy beletesszük ide, és akkor megnézzük, hogy mi történik vele. Szerintem egyféle van benne. Semmi. Ugye ezek ilyen lakmuszpapírok vannak benne. Úgyhogy megnézzük, hogy ez milyen. És azt mondja, hogy ugyebár hát mit kell nézni? Ja, hogy ez... azt mondja, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6...
Azt mondja, hogy... Ja, igen, hát, ja, hát tényleg így kell nézni. Oké, okay, jó, tehát ez lila, úgyhogy ez 500-as... Nem tudom, mit jelent. Azt mondja, hogy... Ez a keménysége. Elég kemény egyébként a víz. Narancsárga, hát... Nem tudom. Azt mondja, hogy organikus, jelen ciánsav. Hát szerintem az valahol itt lehet egyébként. A nulla és a nagyon-nagyon kevés között lehet. Szerintem. Ez körülbelül. Azt mondja, hogy hát ez ilyen... Nem tudom. Tehát alkalány totál ppm-es. Hát valahol... Valahol itt van a zöld tartomány környékén. Azt mondja, hogy a pH. Hát én azt mondanám, hogy ez a 7,2-es környéke lehet. Valahol itt. Ez egészen rendben van. Az oké, a 7,4 lenne. Hát valahol ott van 7,3-4. Valahol itt lehet egyébként, igen, 3-4. Ez gyakorlatilag... nulla klóros, tehát látjátok, nulla klóros, fehér. És ez a barna, ugye ez ilyen barna? Ez meg egyes. A totál klór, az ilyen világos barnásos. Na hát ezt is megtanultuk egyébként, hogy ez hogy működik. Na jó, kifajta víz. Nem baj, hát ez ennyi. Szerintem ez menő. Igen, mégpedig tudjátok, hogy mi? Ez szemüveg tartó kocsiba. Fölteszed a napellenzőre, és akkor Móninak nincs, a feleségemnek nincs ilyen, úgyhogy vettem egy ilyet. 593 forint. Ilyen napellenzőt adott. Na ez kell, ezt tudjátok, ami? Elárulom egyébként, ez gyors kötöző. Mégpedig azért vettem ilyet, mert igen, mert elfogyott, és hát ez 200 darab, 1580 forint. Atya ég egyébként. Az nagyon jó áron van szerintem. Azt lesz, az egy utoljára. Ez nézzük meg, mi ez? Nem tudom én. Csak annyi. Nem, még itt van egy csomó dolog. Ez hány darab szóval? Ezt tudjátok, hogy mi? Ez ilyen... Ez ilyen, az az airfryer. Igen, az airfryerbe ilyen... Ja, nem, jól tetted. Airfryerbe ilyen lapka beleteszed, és akkor talán kevésbé folyik le az olaj, meg a zsír, meg a nem tudom mi. És 860, nem tudom mi. Ezt tudjátok mi? Ez egy ilyen eső, kipromálom majd egyébként, ezt rá kell tenni. Én sem hiszek, de majd megnézzük. Rá lehet tenni a visszapillantóra. Remélem kettő darabot rendeltem, és nem egyet egyébként. Mindjárt kinyitjuk ezt is. Nem kettő is, nem egy. Aha, jó, oké. Okay. Jó, oké. Okay. Kettő. Jó, oké, okay, ez kettő. És simán a hagyományos dolgok, ez a tisztító, törlőkendő. Jó, ez a kék fóliát nem kell nézni, de simán felrakod, és akkor nem lesz vizes. Ezt kipróbáljuk majd, oké? Okay? Okay. Ez ilyen... Én tudom, hogy mi az. De ez minek? Azt tudjátok, hogy mi? Az ilyen... Amikor az ajtót kinyitod, akkor hátulról lehessen látni, hogy kinyílik az ajtó sötétben. Ez ilyen fényvisszaverő gyakorlatilag ajtó nyitó matrica. Hát az ajtó nyitó matrica gyakorlatilag, hogy nyissa az ajtót, és akkor oda ragaszt. Akkor nézzük meg ezt a ajtó nyitó dolgot. Valahol ide akarom majd tenni, és hát esett a hó is. Ezt, hát nem is tudom, valahova. Hát szerintem ide kellene tenni egyébként. Egy kicsit így átakarítom. Hoztam magammal ilyen kis papírt. Szia, panatám! Jó. Nem megyünk beszélni. Hát én azt mondanám egyébként, hogy hát valahova ide, így. Felrakjuk és megnézzük, hogy milyen helyzet. Elég nehéz egyébként ezt leszedni, ezt a matricát. Pláne egy kézzel. Segíthetnék, ami.
Na, az biztos, hogy jól le van ragasztva. Tehát azt elmondhatjuk, hogy jól le van ragasztva. Ez a matrica. És ugye úgy kell ráragasztani, hogy erre így. Így, és akkor így visszatükröződik. Megnézzük majd éjszaka. És így már arra van nyitva. Na, most a pont a kenyermet lehetett látni. Aj, Istenem. Jó. Meglátjuk. Hát... még így is látszik egyébként. De ez éjszaka a lényeg egyébként. Vagy oda alulra kellett volna rakni? Nem gondolnám, mert itt ugye már kinyitják, hogy minimálisan, akkor már lehessen látni. Na, úgyhogy szerintem ez kész. Oké, nézzük meg mi. Igen. Na ez mi lehet? Én tudom mi ez. Ez én kutyatár? Nem. Ez egy ilyen pohártartó, ami úszik a vizet gyakorlatilag azért, hogyha majd bele leszünk a jacuzziba, akkor így bele tud tenni a poharat, és akkor így... Elméletileg ez ilyen sörhűtő tartó úszómedence. Nem annyira hűtő. Akkor... Büdös. Ez nem, ez mi célt szolgál? Ez ide, hogy így felettem. Igen? Meglátjuk. Oké, ez menő egyetlen. És ez 2000 forint volt, ez volt az egyik legdrágább. Júj, ez nagyon cuki, ezt tudjátok, hogy micsoda? Ez mondjuk ki, ez... Ne, apa, de ez mi? De, ez fogkrém kinyomó. Képzeljétek el, fogkrém kinyomó. Így belefűzitek, azt így kigyön belőle a fogkrém. Ez már 314 forint. Ez ilyen béka brekeke. Milyen brek? Béka. Oké, az mit csinál? Ez egy panda. Ja, az igen, van, meg béka. Oké? Béka. Szerintem én azt tudom, hogy mi. Szerintem ezek alsó nadrágok. Ez a jocinak nekem. Ezek alsó nadrágok. Hát, szerintem pont olyanok is. Hát, igen, 8 darab, 4000 forint. Hát, azt már meglátjuk milyen. Igen? Hát, akkor kezdjünk a kicsodobozzal. Igen. Van még van 3 doboz. Ja, meg van még. Van még ebből is. Ja, meg van ilyen is, ezt is megjön, már megmutatjuk. Ezt tudod, hogy mi? Ez ilyen ajtófogantyú védő. Beteszed a fogantyú meg, és akkor mindig, amikor belemarkolnak, akkor ez megvédi a fogantyú. Nem is kell olyan. 250 forint. Miért vettél olyat? Nem kell próbálni, hogy milyen egyébként, tényleg. Azt nem tudom, hogy lehet. Jaj, tudom, hogy mi az! Tudom, hogy mi! Mire segítek! Segítek! Ja, így. Én tudom, hogy ez. Én tudom, hogy ez. Azt eddig. Jaj, Isten, ez mi? Ez ilyen videóka. Igen, mégpedig USB töltő, szösztelenítő, gyakorlatilag sose nem volt, nincs. Akkor és van kettő. Nem, nincs egyébként, ha azt gondoljátok, hogy van, akkor azt gondoljátok, nem, nincs, mert ami van, az nem működik cserébe. Tehát, hogy csak, nem működik. Tehát csak nem működik. Egyébként tök jó, csak nem működik. És ezt azért vettem egyébként, mert ez USB-ről tölthető. Aha, mondjuk azt nem gondoltam, hogy egy ilyen kábeles, hogy, tehát, hogy erre nem gondoltam. Illetve a képen, nem tudom, most le kell törölni, miért le kell ez? Istenem, mit csinál? Ez borzasztó, engedélyed, és jó, haladjunk. Ja igen, a képen is így van, de egyébként megtévesztő ez a szutyok. Na mindegy. Hát ez mondjuk elég drága volt. De hogy is, 1600 forint. Na megnézzük majd, hogy megy, úgyhogy ezt mindenképp megnézzük. Még volt egy doboz, ez a doboz. Na ezt nagyon vártam, mégpedig tudjátok, hogy ez mi? Ez gyakorlatilag, elmondom, hogy ez mi. Ez a... Nem. Ez a micsoda alá kell tenni, a szárítógép meg a mosógép alá kell tenni, és akkor nem kell mindig felemelni, hanem gyakorlatilag... De ez a lehet jó is.
az azért van, ezt alá teszed, ezt így felrakod, felpatintod. Ez tényleg azért van egyébként, úgyhogy ez azért vettem egyébként, hogy megvegyék. Jó? Oké? Okay. És az utolsó pedig, no, az a tiéd. Oké. Masszázgán. Ez egy masszázgán. Addig én hozok egy ilyen izét, egy ilyen töltő, micsoda, és akkor megnézzük. Ennyi is kérdés. És ez a masszázgán, ez volt a legdrágább egyébként. 18 000 forint volt. Ja, mindjárt el is kapcsoljuk. Hú, de jó, amúgy jól néz ki. Nézzük meg. És mennyi feje van? Na, dugjuk hozzá ilyen töltőt. Igen. És... Osszta mindenét! Ha, most nem azért, hogy leveszed a védőt, és ez oké, ez így kell, rendben van, de... Még a levegőt is fúj, olyan erős. Ez nagyon durva. És akkor le tudsz összeállni. Igen, elműködik, figyelj. Nem is annyira rossz ez a tény. Minden jó, úgyhogy. És akkor így összeszedi a szösz, összeszedi, és itt van benne a szösz. Szösztelenít ő. Adtak hozzá egyébként egy csere élt. Egy vigyázz, mert ez penge, éles. Na mindjárt megnézzük azt. Fő volt töltve az is? Nézzük csak. Apa! Ó, jaj. Jaj, apa. Nem, apa, mit csinálj? Ki akarom kapcsolni? Nem tudod. Hosszan kell nyomni. Jó. Na, szóval, hogy ezt azért vettem, erősen bele kell nyomni. Egyébként ez egy kéznagyságú. Tehát nem egy túl nagy. USB-vel, USB-C-vel lehet tölteni. És hát... Nem legjobb amúgy. Aha, hát elmondom, hogy mi fog történni. Tehát nézd, nem bír annyi egyébként, hogy... Tehát rányomom és nem megy. Tehát, hogy ezt megvettem, szerintem ezt ki is dobhatom a pénzt. Nézd, tehát... Tehát nem működik. Nem megy szívem. Tehát csak azt nem csinálja, amit kell. Lehet, hogy nincs eléggé feltöltve. De ne nyomd teljesen. De rá kell nyomni. Hát az a lényeg egyébként, hogy... Tehát többre is majd megy. Jó, nem kell teljesen rányomni. Jó, oké. Tehát ez pont annyit is ér, vagy még annyit sem egyébként. Ez inkább a vicc kategória. Úgyhogy, hát ez... mondjuk ezzel legalább mellé lőttem. Működik, de... Tehát megpróbálom rányomni, mint annyit. Megáll. Használd ezt. Ez ennyi kér. De tudod, tudjad, mit gondolok én? Megpróbálom ezt. Na minden, majd rá fogom tenni, és akkor... Hát ez nem ér ennyit. Ez igazából... Ez egy ilyen kis gyerekjáték. Egy ilyen nagyon kellemetlen kis gyerekjáték. Ezt láttam könnyű. Nagyon. Nagyon könnyű. Extrém könnyű. Minden extrém könnyű. Úgyhogy... Hát nem tudom. Hát ez megérte 30 000 forintot? Nem. Egyébként ez az egész nem ért meg 38 000 forintot. Úgyhogy szerintem vásároljatok normális terméket, mert... Ezek ilyen gagyi fikák egyébként. Tehát, oké, ezt ráteszem majd a mosógép alá, meg a szállítógép alá. Ezért is forog. Nem tudom, mennyit bír ez a műanyag, édes, úristen. Szóval mennyi sem bír. Nem tudom, hogyha barra vagyok, nem tudom. Na minden, majd kiderül, mi fog történni, úgyhogy... Ez volt az első és utolsó, hogy rendelek a temuló. Ez nagyon gáz. Ezek ilyen gagyik. Hát nem, ezeket kell megrendelni. Jó, ezek mind gagyik. Én nem rendelek gagyit, úgyhogy... ez nagyon kellemetlen. Mindegy, elköltöttem, ennyi volt, úgyhogy sziasztok, jövök majd tovább. Sziasztok. Sziasztok, ez nagyon gáz. Hát, én használom ezt.